A Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 24 diákja viseli az összetartozás jelképeként azt a szalagot, ami a gimnáziumi tanulmányaiknak a végét jelzi. A Vörösmarty Mihály Művelődési Házban rendezték meg a szalagtűző bált a végzős tanulók számára. Az ünnepségen a megjelenteket az intézmény vezetője köszöntötte. Minden évben, általában december, illetve január hónapban szokott megvalósulni ez a szalagtűző rendezvény, ahol az összetartozás érzéseleként megkapják végzős diákjaink a szalagot. Az idei évben 24 végzős tanulónk van, akik készülnek az érettségére is már. Először egy műsor lesz, amelynek keretein belül föltűzzük a szalagot a végzősökre, ők pedig egy hatalmas nagy meglepetésre készülnek, ami annyira nem nagy meglepetés, hiszen fél éve gyakorolnak már, és egy szalagtűző tánc, egy keringő fogja bevezetni a bált, amit megismételnek majd fönt a táncteremben, és utána már kicsit kötetlenebb körülmények között az emeleten zajlik a bál egészen este 10 óráig. Testnevelés óra keretében Varga János táncpedagógus volt, aki foglalkozott a végzősökkel, hagyományosan ő szokta fölkészíteni a diákokat, és most is óráról-órára fejlődtek a gyerekek, és az ő elmondása alapján egy jól sikerült táncot fogunk látni. Azt gondolom, hogy a 12. évfolyam már az érettségére való készülésről szól, a mai nap viszont az ünneplésről, tehát én azt gondolom, hogy félre tudják tenni ezeket az érzéseket, és nem az izgalom lesz talán a legfontosabb, bár a tánccal kapcsolatban biztos vannak ilyen érzéseik, hanem most az önfeled szórakozás lesz, és utána fognak rákanyarodni az érettségre való komolyabb készülésre. 4 évfolyamban a gimnáziumban, és minden évfolyamon egy-egy osztályunk van. Egy alapvetően olyan gimnázium vagyunk, amelyik családias, körülbelül 100 tanulónk van, és nagyon örülünk annak, hogy 15 évvel ezelőtt, amikor elindult a gimnázium, bár sokan próbáltak ellene tenni, sokan támadtak bennünket, mégis most már a 11. évfolyam szalagtűzőjén vagyunk, és az eredmények pedig minket igazolnak vissza. Megtiszteltetés érte Sánta Ákost, aki két diáktársának is feltűzhette a szalagot. A diák iskolai tanulmányai alatt egy összetartó, öntudatos, véleményüket vállaló közösség részese lett. Én továbbtalál szempontjában mindenféleképpen a nevelés irányába szeretnék tovább menni, az oktatással szeretnék foglalkozni. Jelenleg az a tervem, hogy matematika történelem szakos középiskolai tanár szeretnék lenni. Nekem még sosem volt ekkora szerető közömben részem iskolában, mint a tanárokkal, mint az osztálytársakkal, és egy igazán különös élmény megtapasztalni azt, hogy figyelve vagyunk, és tényleg törődnek velünk. Én 9. osztály márciusában érkeztem a gimnáziumba, és én tényleg az eddigi tanulmányaimnak a legjobb két és cirka fél éve volt. A 12. évfolyam tanulói számára fontos eseményen nem maradhatott el a táncsem, melyet több hetes felkészülés előzött meg. Nagyon komoly felkészülést igényelt mindenképpen, hogyha azt nem számoljuk, hogy rengeteg felkészülés volt maga a tánc, amit elő fogunk adni, illetve az, hogy el kellett menni sminkeshez, fodrászhoz, meg hát lelkiekben is azért ott kellett lenni. Nagyon meghatározó volt maga az osztályközösség, az egész iskola és a tanáraim. Kicsit tartottam tőle, hogy nem fogom megszokni ezt az új ritmust, amit fel kellett venni a gimnáziumba, de szerintem helytáltam. Mindenképpen egyetemben gondolkozok, és Pécs az irány, amit meg szeretnék célozni. Mindenképpen valami humán irány, egyenlőre ez az elképzelés. A szalagok felhelyezése után a diákok táncával zárult a rendezvény.